Nagyon sok bejelentés és nagyon sok üzenet érkezett este, sokan észlelték a földrengést. Hát tulajdonképpen az utóhatásait, vagy én nem is tudom, ezt pontosan ez szakemberre tartozik, de az egész térségből, amit lefedünk rádióval, televízióval. Hegyközből, Bodrog közből, de még Szerencsről is, Mádról is érkeztek szerkesztőségünkbe ilyen jellegű üzenetek még a mai nap folyamán is. Az esti órákban pontosabban 20 óra 23 perckor volt érzékelhető az a földmozgás, amelynek epicentruma, vagyis a középpontja Szlovákia, Kassától mintegy 60 kilométerre volt. Lecó Zoltán Királyhelmecen élő újságíró kollégánk számolt be híradónknak arról, hogy mit is éreztek a határ másik oldalán, közelebb a földrengés epicentrumához. Nagyon érdekes az a földrengés, legalábbis a mi városunkban, mert van, aki regisztrált valamiféle jelenséget, van, aki egyáltalán nem. Tehát például én konkrétan egy lakótelepen lakom, és az első emeleten, ahol mi lakásunk van, a feleségem mondta, hogy félként meg, ugye fura érzése volt, mintha megmozdult volna a fotel, de nem tulajdonítottam neki nagyobb jelentőséget, viszont ugyanazon a lakótelepen más lakásokból mondták, hogy megmozdult a bútor, vagy elmozdultak tárgyak, és ugyanez jellemző a környező településekre is, a város több pontjára, tehát hogy nálunk egyesek érzékelték, egyesek nem érzékelték a jelenséget, ami persze nagyon-nagyon jó, hogy ez azt is jelenti, hogy komolyabb károk nem keletkeztek, de érthető is, mert az epicentrum ennek a földrengésnek tőlünk körülbelül egy légvonalban is majdnem 100 kilométerre volt, egy Gyapalov szervezetű községbe, ami a Varanói járásban van. Ott viszont jelentős károk keletkeztek, mint ahogy hírt is adott az egyik szlovák televízió. Sátoraljaújhelyen azokban a percekben több helyen is észlelték a mozgást, azonban voltak olyanok is, akik egyáltalán nem. Én pont pihentem, mert a vérnyomásom hát úgy ingadozik, úgy lepihentem, és éreztem, hogy az ágy mozog, amin aludtam rendesen, és a szekrényen is úgy a poharak, meg minden úgy, hát megijedtem, nagyon megijedtem. Nem éreztünk semmit. Ültem a fotelba, és oldalra hintáztam. Nagyon megijedtünk. A fiam meg még jobban megijedt, főleg cukros, azt hitte leesett a cukra, úgyhogy már öltözni akart, hogy jöjjünk ki a házból, mert még egy picit érezni lehetett. Mondtam, hogy most már jó. A bejelentéseket követően szerkesztőségünk telefonon kereste meg Kenderes Karsát, geográfust, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy térségünkben nem kifejezetten jellemző a földrengés, hiszen nincsenek nagy lemezhatárok. A Kárpát-medence alatt inkább lemeztöredékek vannak, amelyek megfeszülnek, és ezek túlfeszülése esetén keletkeznek a földrengések. Kárpát-medence alatt igazából ilyen lemeztöredékek vannak, amik így ilyen pikkelyszerűen megvannak egymáson így csúszva, és ugye afrikai kontinens az közeledik felénk délfelől, és nyomja Európa felé ezeket a kis lemezeket, és ugye ahogy ezek a lemezek közelednek egymás felé, amíg el tudnak egymás mellett csúszni akadálytalanul, addig nincsen probléma, de amikor például megakad ez a folyamat, akkor ott például történik egy megakadás, és ahogy a lemez ugye menne tovább, de nem tud, folyamatosan energia halmozódik fel, mint mikor felhúzom az íjat, és egy ponton, amikor már nem bírja tovább ezt a feszültséget, akkor kiszabadul, és akkor ezt tapasztaljuk mi földrengésként a földfelszínen. Ennek volt következménye a szlovák település alatti földrengésnek is. Jelenlegi információk alapján Sátoraljaújhelyen és környékén nem keletkezett földrengés okozta kár.